Három éve indult a Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház munkája Győr-Moson-Sopron megyében. Most a megyei önkormányzat támogatásával a megye önkéntes díj létrehozását tűzték ki célul. Nagyon szeretnénk azt, hogyha a civilek munkáját is tovább tudnánk könnyíteni, nem csak támogatásokkal, hanem azzal is, hogy elismerjük azokat az embereket, akik az idejüket és a szaktudásukat adják a közösségért, és ezáltal olyan pótolhatatlan módon járulnak hozzá a megye társadalmának a fejlődéséhez, a kultúránk, a környezetünk megőrzéséhez, a szociális ellátórendszerhez, ami őnélkülük nem tudna megtörténni. A díjat három kategóriában lehet majd elnyerni, így a szociális tevékenységgel foglalkozók, a környezet és állatvédelem, valamint a kultúra és a sport területén önkénteskedők lehetnek esélyesek. A jelölteket a Máltai Szeretetszolgálat és a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat honlapján elérhető webes felületen keresztül lehet leadni február 4-éig. Szervezeteknek tudjuk kiküldeni a felhívást, de mivel megjelenik a megye önkormányzat, illetve a Málta honlapján is, ezért van lehetőség jelölni. Egyszerűen ki kell tölteni ezt a jelölő űrlapot, ahol le kell írni ezt az önkéntes tevékenységet, amit a jelölt végez, illetve röviden bemutatni magát a jelöltet. És ezt követően pedig egy háromtagú bizottság fogja ezeket a jelöléseket feldolgozni. A kölcsönösen aláírt megállapodás, és így a díj megalapítása után első alkalommal 2019. február 22-én adják át a győztes szervezeteknek a megérdemelt kitüntetést.